Szentről Átkösség anyakönyvvezetőjeként szeretettel köszöntöm a házasulandó párt, köszöntöm a vendégeket, a tanúkat, akik ma közreműködnek a mai örömteli eseményen. Kedves Alexandra és Tamás! Életetekben valóban jelentős a mai nap, hiszen most teljesedik ki az a szeretet és ragaszkodás, mely szorossá fonta kettőtök életét. Szeretnétek hivatalosan is kifejezni, hogy ezentúl együtt, egymásért, házassági kötelékben szeretnétek vállalni az élet minden örömét és kihívásait. Ezért úgy döntöttetek, hogy a Szentrőládi Anyakönyvi Hivatalban megjelenve bejelentitek házasságkötési szándékotokat. A házasságkötés megelőző eljárás során megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. A házasság azonban csak akkor válik érvényessé, ha most előttem és a jelenlévő két tanú előtt egybehangzóan kijelentitek házasságkötési szándékotokat. A feleletet azonban sem időhöz, sem feltételhez kötni nem lehet. Azt önként, szabad elhatározásból kell megtenni. Néhány pillanat múlva összekötitek az életeteket, ezért kérem, hogy forduljatok egymással szembe, fogjátok meg egymás kezét, és a hozzátok intézett kérdésekre elsősorban egymásnak feleljetek. Kijelenti-e Gebhard Alexandra menyasszony, hogy az itt jelenlévő Horváth Tamás vőlegénnyel házasságot köt? Igen. Kijelenti-e Horváth Tamás vőlegény, hogy az itt jelenlévő Gebhard Alexandra menyasszonnyal házasságot köt? Igen. Megállapítom, hogy Horváth Tamás és Gebhard Alexandra Magyarország polgári törvénykönyvéről szóló törvénye értelmében házastársak. Kedves ifjú házasok! Az aranygyűrű ősidők óta a tartóság, a szerelem és az összetartozás szimbóluma. Kerek formája az örökké valóságot jelenti, és azt fejezi ki, hogy a szerelem és az egymás iránti vonzalom, mint egy kör olvad egymásba, egyszer s mindenkorra. Kérlek benneteket, húzzátok fel egymás jobb kezének gyűrűsújára a karikagyűrűket,
és köszöntsétek egymást az első házastársi csókkal. Kérem, hogy az imént tett szóbeli kijelentéseteket aláírásodokkal is hitelesítsétek. A házassági lap aláírására felkérem az ifjú feleséget, majd az ifjú férjet, azt követően a feleség, majd a férj tanúját. Megérkeztem végre hozzád. Te lettél az élet, és már semmitől sem félek. Megtanítottál újra élnem. Súgd meg kérlek százszor még, rám találsz, ha elvesznék. Alexandra és Tamás egy nagyon különleges virág, a törpebors ültetését választották esküvőjük ceremóniájaként, amit az Alexandra és Tamás által otthonról hozott földdel szeretnének most megszórni, hogy majd utána közösen nevelhessék, alakíthassák, ápolhassák, védelmezhessék közös otthonukban. Kívánom, hogy úgy bánjanak vele, mint jó szülő a gyermekükkel. Az asztalon ez a virág önöket jelképezi. A két életutat, amely különböző volt, de a mai nappal közössé vált. Kérem, gyertek és ültessétek el közösen életetek első virágát. A virág elültetése örökké jelképezi közös életeteket. Kívánom, hogy gondoskodjatok úgy erről a növényről, hogy évről évre láthassátok életetek legszebb napjának egy fontos momentumát, ami emlékeztessen mindig benneteket a mai eskütökre. Basta, lasciamoci, ti amo, io sono te, amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo.
che muore sbattendo le ali. L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà. Kedves szülők, nagyszülők! Szeretetükkel és gondoskodásukkal sokat tettek azért, hogy Alexandra és Tamás felelősségteljes és önálló emberként, bízva egymásban, elszánták magukat a házasságkötésre és arra, hogy szövetségükkel új családot hozzanak létre. Őszintén kívánom, hogy a fiatalok öröme tegye még szebbé és gazdagabbá életüket. Kívánom, hogy szülői szeretetükkel és támogatásukkal álljanak mellettük még sok évig. Kedves házaspár! Kedves és szép feladat vár rátok! Alexandra és Tamás megköszöni születeiteknek azt a sok szépet és jót, szeretetet és áldozatvállalást, amit kaptatok. Nehéz ilyenkor szavakat találni, ezért beszéljenek helyettetek az ajándékok, melyeket most átadtok. Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s honnak melegét mi visszavár. Neked visszavár, szeretem. Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házát, s annak melegét mi visszavár. Az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, merre tart és onnan érkezett, siratja bús magányát. Ha az ember messze menne, el ne feledje a házat, s annak melegét mi visszavár. Felkérem az ifjú párt, a tanúkat és a szülőket, hogy jöjjenek és kocincsanak egyet a fiatal pár egészségére. Thank you.
kedves Szandi, kedves Tamás, de mennyivel jobb ezt így kimondani, kedves ifjú házaspár! Engedjétek meg, hogy én is hozzátok intézem ezen csodálatos órában intésem. Az a szeretet, az a tisztelet és egymás iránt érzett megbecsülés, amely ma titeket idehozott és összekötött, kívánom, legyen sírig tartó most már mindkettőtök között. Egymást az életben most már mindig szeressétek, s ha lesz, vagy ha van, egymás hibáit, de ilyen nincs, békével tűrjétek. Biztos vagyok benne, hogy boldogok lesztek, amíg csak éltek, de azt is kérem tőletek, hogy kedves szüleitekre, rokonaitokra, barátaitokra és hozzátartozóitokra is gondot viseljetek, amiképpen eddig ők tették ti véletek, hiszen a gyermek, a rokon, a barát nagyon fontos kötelessége, hogy drága hozzátartozóit, amit csak lehet, segítse és védje. Végezetül kívánom, hogy a Jóisten hozzon áldást rátok, szerencsés és hasznos legyen mindenkor, minden megkezdett munkátok, de a legjobban mégiscsak azt kívánom, és teszem ezt mindannyiunk nevében, hogy az immár közös életeteket soha többé meg ne unjátok. Minden vendég nevében ilyeneket tinéktek tiszta szívemből kívánok. Éljen az ifjú házaspár! Kedves ifjú feleség, kedves ifjú férj! Gratulálok házasságkötésötekhez, és öröm számomra, hogy ez alkalomból, mint férjet és felőséget, elsőként köszönhetlek titeket. Tiszta szívemből kívánom, hogy hosszú, boldog életet éljetek le egymás mellett szeretetben, egészségben és békében. És akkor szeretném átjutani a házassági anyakönyvi kivonatot. Köszönöm, és akkor kikísérnélek titeket. Kedves vendégeket, jó, itt a járda mellett egy kicsit sorakozzunk már fel, csodálatos fotók készülhessenek az ő kivonulásukról is. Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szór rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Most nem fáj semmi, jó csak úgy lehet.